75 évvel ezelőtt mutatták be Budapesten a Paprikás Csirke című zenés vígjátékot. Ma, 2014-ben szinte napra pontosan mutatta be a Gergely Teáter Szántó Armand, Széchenyi Mihály Fényes Szabolcs zenés vígjátékát, megtoldva egy alcímmel: Paprikás Csirke, avagy Stex és New York. Egy remek vígjáték, pompás szerepekkel. Megkapja, ami jár magának! Erkárpáti Péter, Csomor Csilla, Csonka Zsuzsanna, Heller Tamás, Szabó Máté, Németi Varga Tímea, Belsőci László és Laurinec Réka főszereplésében. Paprikás Csirke, avagy Stex és New York. Fergeteges humor, sok-sok tánc, szenvedély, szerelem és elegancia. Igen, Forgács Villa. A méltóságos asszony kérhetik a telefonhó. Na. Nem csak az a baj, hogy nem lesz senki, aki Kennedy-ékkel beszélni tud, de a tetejében még 13-an is leszünk majd az asztalnál. Please. Ez eszenzi, já? Please. Mr. Kennedy, Mr. Lady, Mr. Kennedy, Mr. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Szervusz, öreke! Szervusz, milyen jó szinten vagy! Köszönöm, ez még az alpesi levegő hatása, hiszen tudod, tegnap jöttem haza Davosból. Dr. Szabó Gusztáv, how do you do? Szervusz, öcsi! Vég, egy szál fehér virág, egy kézfogás és egy kis holdvilág, egy hadam eski szó, egy tangó és egy nyári éjszakát. Halló, mit akar? Hogy elhívtál? Kérem, ilyen sürgős műtétet mi nem ismerünk. Itt vacsora van, kérem! Nekem mástól kell megtudnom, hogy egy korszak alkotó találmánya van. Milyen találmány? Ja. Persze! A korszak alkotó találmány. Paprikás Csirke, avagy Stex és New York. Rendezte Gergely Róbert.